Na, sziasztok, oda nézzetek, hogy mi van itt. Ez van a kert hátsó végébe, és egy gyakorlatilag egy újdonság. Ugye ez lesz a index kép is, úgyhogy lehet majd látni, hogy hogy néz ki gyakorlatilag. És tehát ugye ez egy komposztáló, és használtan vettem, hát olyasmi, mint az Aprónet, csak itt egy francia oldalom. De a következőképpen működik először is. Tehát, ugye ez ilyen körülbelül úgy néz ki a dolog, hogy olyan 106x 90 valamennyiszer 70 valamennyi, tehát el lehet mondani, hogy körülbelül egy köbméteres. Most nem fogom leszedni, mert majd úgyis lesz róla később videó, de tehát itt lehet látni, hogy itt ezek, ugye ez az első kettő, ez két darabba leszedhető. Ez a teteje is egyébként leszedhető, és ugye tehát mind a két oldalon hozzá lehet így rakni, hogy ne fújja el a szél, meg stb. Na most látjátok, ugye, tehát nagyon jól látszik, hogy különböző a színe. Ennek az az oka, hogy elkezdtem ugye lefesteni, tehát adni neki egy sima, egyszerű étolaj, tehát a legolcsóbb, és ilyen hengerrel festegettem le. Na most, hogy miért nincs, tehát ez az oldala nincs kész, ugye meg van csinálva a belseje, meg itt ez az oldala nincs kész, meg ott az alja, ugyanis hát egy litert hoztam most ki, és ez rohadtul ugye megette, tehát kell majd venni még egy litert. Egyébként így azt lehet elmondani erről, ja, még egy dolog, hogy tettünk alá ugye köveket, hogy ne közvetlenül a talajjal érintkezzen, és ezáltal tartósabb legyen. Természetesen ugye itt alul is átmentem rajta a tengerrel, aztán a következő, hogy itt volt egy ilyen baromi nagy ilyen bokor, ezt is megszüntettük, úgyhogy gyorsan átfutunk itt a dolgokon. Tehát a szőlő az nagyon szépen működik, tehát teljesen jól néz ki. Hát ugye itt ez a komposzt, hát ugye ide hordom ki a kajamaradékokat, meg mindent, hát elég sokat tömörödött azóta, hát nyilvánvaló, hogy az egész nem fog beleférni, meg még a konyhai maradékoknak is kell ugye helyet rakni, tehát látjátok a méretet, hogy teljesen biztos, hogy nem fog belemenni, de hát szerintem ugye a felét bele fogom majd rakni. Aztán, amit még csináltunk, az, hogy itt ezt fölástuk, tehát úgy, hogy az ági a vasvillát szurkotta bele, én meg a lapáttal megfordítottam. Aztán, hát lehet látni, hogy nagyon szépen le lett vágva a fű, ez egy következő alkalomnak a tartalma lesz. Annyit mondanék csak el, hogy vettünk egy ilyen aksis, ilyen szegényírót. Aztán, hát ugye itt van a krumpli, hát ezt már láttátok a múltkor, de tehát most lehet látni, hogy milyen szépen növekszik a történet. Hát sajnos ugye a kukorica, tehát ide mind kukoricát raktunk be, és tehát sajnos hát 3 vagy 4 darab van, tehát nem túl sok. Aztán ami még változás történt, hogy fatelepről hoztunk ilyen nagyon finom forgácsot egy baromi nagy zacskóval. 1 eurót fizettem érte, kb. Most így a egyharmada lett felhasználva így a telekre, amit lehet ugye látni, és hát elméletileg talán jó a csigákra, meg mindenféle bogarakra. Aztán, hát a bab, az úgy néz ki, hogy nem túl sok bab kelt ki, meg az ági ugye itt ebbe a sorba elültetett még egyet, ahol látszik, hogy így másabb színű, de
hát reménykedünk benne, hogy jó lesz, akkor a két oldalán ugye itt van a retek, nagyon szépen fölcseperedtek, úgyhogy tehát minden viszonylag jól néz ki, kezd ugye beindulni, megmutatom még a paradicsomot is, nézzétek meg, milyen szép nagy, de ez egyébként az ilyen kisebb fajta paradicsom, aztán hát a retek meg mindenféle, tehát így lehet látni, hogy elég jól működik, ezeket a hálókat már leszedtük. Akkor hát ez az ágyás, ugye milliószor mondtam már, tehát elméletileg ez a ugye sárgarépa meg a bazsalikom lenne, hát egyelőre nincs sok minden. Itt van ez a két csúnyaság, vagy három, ez egy ilyen szomszédtól kapott virág, hát nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, nagy szeretettel adta, úgyhogy elfogadjuk. Eper, ugye az eperről annyit lehet tudni, hogy a ágyi ide bele rakta ugye ezt a szaporító akármit egy ilyen edénybe, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ugye a sóska az nagyon szépen jövöget, úgyhogy ebből a hagymából már egyet megkóstoltam, elég jó. És ami így a legkomolyabb, az az, hogy ugye itt beletvágva így a cucc, gyakorlatilag a szomszéd, tehát a ottani szomszéd ugye gyakorlatilag bevágta, aztán ennyi a történet, tehát egyelőre így néz ki, majd a tárgyival ezt megigazítjuk, de nagyon-nagyon szép lett. Nagyon gyorsan megmutatom, hogy ez lenne ugye a szegényíró, ugye itt van hozzá a aksia, egyébként ezzel csináltam a hátul ugye a komposztot, úgyhogy gyerekek, hát ennyi a történet. Így fogom megköszönni a videót, mert közben jött a szembe szomszéd, és köszönni is kell neki. Úgyhogy találkozunk egy következőben, ez ennyi lett, hello, sziasztok, ciao.